4724 új koronavírusos fertőzést igazoltak az utóbbi 24 órában Romániában, ez egy keddi napon rekordnak számít. Ugyanakkor 31.000-nél több tesztet végeztek, tehát csökkent a fertőzöttségi arány. Szomorú rekord, hogy a halottak száma átlépte a 100-at, 104 esetet jegyeztek 24 óra alatt. Naponta újabb és újabb települések kerülnek a vörös forgatókönyv hatája alá, ezúttal Nagyváradon lépte át a fertőzöttségi ráta a kritikus 3000-es küszöböt. Átlépte a 3000-et a koronavírus fertőzöttek száma, így ma reggeltől érvénybe lépett a vörös forgatókönyv Nagyváradon is. Az operatív törzs határozata értelmében a tanintézmények átállnak az online oktatásra, és szabadtéren is kötelezővé válik a szájat és orrot eltakaró védőmaszk viselése. Ugyanakkor bezárnak az iskolák, óvodák és egyetemek, és online folytatódik az oktatás Nagyváradon. A megyeszékhely mellett szintén vörös forgatókönyv lépett életbe a Bihar-Szentandrási, Vizesgyáni, Olász-Szentmiklósi, Harangmezői, Várad-Szentmártoni, Bihar-Kabai és Barátkai iskolákban is. Ma elkezdődött az online oktatás, amit minden egyes hasonló településen folytatnak. Azon kívül előfordulhat bizonyos iskolákban, hogy egy-egy osztály még online-ba lép, attól függően, hogy hol van megbetegedést, vagy hol nincs, de ezek pontszerű helyzetek, amiket ott a helyi iskolában kezelnek, és minden egyes hasonló eset két hétre vonatkozik egy iskolára, vagy egy osztályra. Az operatív törzs hétfőn elrendelte a mozik, színházak, könyvtárak, játéktermek és vendégek beltéri részeinek a bezárását is. Kivételt képeznek a teraszok és a kerthelyiségek. Az elkövetkező időszakban a vendéglátó helyek csak elvitelre készíthetnek ételt, míg a szálláshelyek csak saját vendégeiket szolgálhatják ki.